A tüzelő szukának a viselkedése az egy picit megváltozik, tehát nem csak a külső nemi a szervein látjuk az elváltozást, ödémát, esetleg vércsöpögtetést vagy savós váladékot, hanem a viselkedésen is látjuk, hogy van egy kis változás. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a figyelme az állatnak másfelé fordul, hiszen a szaporodás az egy nagyon fontos része a kutyának az életében, és ilyenkor ez az a központi kérdés számára is, a tüzelés 3 hetében. Ilyenkor azt sokszor tapasztaljuk, és sokszor kapjuk kérdésként is, hogy normális-e, hogy a kutya kevesebbet eszik, és kvázi étvágytalannak mutatkozik. Hát van ennek egy határa természetesen, de én azt gondolom, hogy igen. Tehát egy visszafogottabb étvágy az elfogadható a tüzelés ideje alatt, különösen a tüzelés középső, a fogamzásra alkalmas periódusában elfogadható, de természetesen a teljes étvágytalanság az nem tartozik ebbe a fogalomkörbe. Tehát ha az étvágyát teljes mértékben elvesztett kutyáról beszélünk, ahhoz mindenképpen állatorvos kell, mert ott valami kell legyen a háttérben, valamilyen gyulladásos megbetegedés, vagy bármi más, azt diagnosztizálni kell.